Ez a 21. század, élőben közvetítjük innen a Kertész Imre Intézet Köztler konferencia terméből a mai rendezvényünket, amely egy bélyeg tömb kibocsátása. A bélyeg nagyon sok mindent jelent, egy nagyon súlyos kulturális toposz. Nekem egy amerikai humoristának, Josh Billingsnek jut mindig eszembe a bélyeggel kapcsolatban egy mondása, hogy légy olyan, mint a bélyeg, tapadj hozzá ügyedhez, és el ne engedd, amíg el nem éred a célod. És nyilvánvaló, hogy az e-mailek világában nagyon sokan azt gondolják, hogy a bélyeg már nem ugyanazt jelenti, de hát ez nem így van. Ez egy örök darab, és aki tudja, hogy mekkora műgondot igényel a megtervezése, és ezáltal milyen időt álló, az tudja, hogy több száz év múlva is lesznek még bélyegek. De az első közös bélyeg kibocsátása ez a Magyar Posta ZRT-nek és a Közép- és Kelet-Európai Történelmi és Társadalomkutatása Közalapítványnak. Azt is mondhatnám, hogy elég rutinosak vagyunk, hiszen az elmúlt években sorra közös munkánk eredményeképpen kerültek forgalomba bélyegek. Nem fogok mindent felsorolni, de az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseit, külön a magyar cigány hőseit örökítettük meg bélyegtömbön, a rendszerváltoztatás nagyjait, az első magyar szabadon választott kormány tagjait, de Trianonról is készült közös bélyeg. Ma a 100 éve született és 40 éve elhunyt Pilinszky János tiszteletére bocsátunk ki bélyegtömbet. Én Tallai Gábor vagyok, a közalapítvány programigazgatója. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem Schmidt Mária kormánybiztos asszony közalapítványunk főigazgatóját. És köszönteni szeretném Samsula Györgyöt, a Magyar Posta ZRT elnök vezérigazgatóját. Köszöntöm ezen kívül Lukács Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas művész urat, aki ma interpretál majd számunkra a Pilinszky szövegeket. És köszöntenem illik a bélyeg tervezőjét, Takács Tamás, grafikus tervezőt. Mielőtt gondolatok és kontextus teremtő összefüggést adó felszólalásokat hallunk, tekintsük meg azt a rövid filmet, amelyet akkor készítettünk, amikor a Kertész Imre Intézet alapításakor megpróbáltuk az egyes itt gondozott hagyatékokkal kapcsolatban elmondani, hogy miért fontos az az adott szerző. Íme az a film, amely Pilinszky Jánosról készült. Pilinszky János. Egész nemzedékek számára titkok őrzője volt. Akkor és ott egyetlen Pilinszky strófával vallottak szerelmet, lettek barátok. Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve, harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die, szól egyik költeménye. Ahogy tántoríthatatlanul hitt Krisztus feltámadásában, Pilinszky János a szabadság visszatérésének is hírnöke volt. Jó tudni, hogy a magyar költészet szelíd óriása a szükség óráiban mindig velünk lesz. Hát engedjék meg, hogy akkor felkérjem Lukács Sándor művész urat, hogy Pilinszky János vallomásaiból egy kollást olvasson fel elsőként. 14 éves koromban hallottam először Adi verset szavalni az önképzőkörben. Hatására Shakespeare-i kifejezéssel úgy döntöttem, hogy költő leszek. A gyerek belecsodálkozott abba a zsenialitásba, mely egyszer s mint éhhalálra volt ítélve, vagy őrületre, vagy elnémulásra, mint Rembó esetében. Ezek a sötét sorsok számomra még ragyogóbbá, még érvényesebbé tették a hallott verseket. Tulajdonképpen érettségi után én
hitetlen voltam. És egy nagyon nehéz éjszaka után elmentem gyónni. Sose felejtem el, a domonkosok templomában gyóntam kora hajnalban. Nem tudtam aludni egész éjjel. A rács mögött nem tudom elfelejteni a pap arcát, olyan volt, mint egy tisztára mosott kavics. Fiatal ember volt. Amikor befejeztem bűneim felsorolását, azt mondta: édes fiam, magát Isten nagyon szeretheti, hogy ennyit szenvedett. Na most aztán jött a háború, és ott volt egy tapasztalatom. Teletömtem hátizsákomat könyvekkel, és a könyvek kezdtek anakronisztikussá válni. Sorra dobtam ki őket a vagomból. Emlékszem, Romain Rolland Danton drámája volt az első, amit kihajítottam, mert nem lehetett vele mit kezdeni. Nem volt érvényes. Végül egy maradt. Az evangélium. De az úgy maradt velem, mint egy kutya. A 45-ben összeomló Németországban elemi erővel született meg bennem a felismerés. Ez az a föld, amit Isten elhagyott. Itt valóra vált Babits modern proféciája. Az emberek elhagyták Istent, most Isten hagyja el a világot. Nincs értelme a fenyvesek közül kivillanó háznak, fedele alatt az eresznek, falaiban a kőnek, és nincs értelme, hogy épen áll, s ha rom lenne, annak se volna. És nincs értelme többi az égboltnak. Csillagok sincsenek ezután, csak kövek a légben, és madarak sincsenek, csak felszabadult tolcsomók. Mert semmi sincs többé. Egyedül a pótolhatatlan hiány van, mint egy pokoljáró, misztikus, negatív Isten élménye. Mert az emberek elhagyták őt, és most ő hagyta el a világot. Mindaz, ami itt történt, botrány, amennyiben megtörténhetett, és kivétel nélkül szent, amennyiben megtörtént. Amit tudok, egyedül annyi, hogy Isten időről időre átvérzi a történelem szövetét. És a szituáció kegyelméből az ember ismét engedelmessé válik. Auschwitz ma múzeum. Mégis a vitrinekben fölhalmozott tárgyakon föllelhető ütések és kopások, a század, az élet betűi. Örök tanulság. Az isteni kontextusban legtöbbször más, aki az értéket megél, és megint más, aki esetleg megírja. Mit számít? Isten az, és egyedül ő az, aki ír. A történések szövetére, vagy éppen a papírra. A tökéletes vers az volna, amiről senki se fedezhetné fel, ki írta, de aminek olvasatakor mindenki magára ismerne. Hogy az írásnak, az én írásaimnak van-e missziójuk, ezt nem tudom megítélni. Nem is lehet talán. De hát ki tudja, hogy hány ember ül éjjel a szobájában, és hallgat Bachot szerte a világon. Hogy ez miket indított el, sose fogjuk megtudni. Holott ez volna talán az emberiség valódi története. Amikor végigjárták most ezt az épületet, amely friss és új, akkor elmondom önöknek, hogy nagyon sok megoldása és esztétikai értéke, mit Mária ízlését dicséri, aki meghatározott nagyon sok elemét.
Úgyhogy Magyarország valóban egy olyan épülettel lett gazdagabb, amely alkalmas arra, hogy valóban nagyon veretes, nemes módon fogadjon be kulturális eseményeket. Engedd meg, hogy fölkérjelek köszöntőd megtartására. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves Pilinszky rajongók! Igazi titok, hogy mely alkotóból, művészből lesz örök fogódzó, és kinek az emléke halványul lassanként, feltartóztathatatlanul, míg végül majd csak néhány bennfentes tudja a nevüket. Elég, ha Johann Sebastian Bachra gondolunk, akinek műveit ugyan a halála után is játszották, és akinek fiai tovább vitték az örökségét, igazi reneszánsza mégis a 19. századra esett, amikor Félix Mendelssohn Bartholdy rácsodálkozott zeneművészetének halhatatlanságára, és azóta is mi is minden nap rácsodálkozunk. A 40 éve elhunyt és 100 éve született Pilinszky János már életében legendának számított, de ez nem volt biztosíték arra, hogy a 21. században is hozzáfordulunk majd, hogy az ő szavaival fogalmazzuk meg kétségeinket, vágyainkat, szomorúságunkat, vagy éppen hálánkat. Pilinszky ma József Attila mellett a fiatalság körében az egyik legnépszerűbb költőnk, verses kötetei újra és újra gazdára találnak, sorait házak és kocsmai vécék falára írják, egy-egy mondata kávéházakat ékesít. Az ágy közös, a párna nem. Újra és újra sírok, nem miattad, érted, értem. Boldogok, akik sírnak. Kimondhatatlan jól van, ami van, minden tetőről látni a napot. Ezt választottuk mottónak egyébként. Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végighallgattad mindig, amit mondtam, halandóból így lettem halhatatlan. Tudnám folytatni. Pilinszky János sokak számára meghatározó szellemi és lelki mérföldkő. Egyik verses könyve, a Szálkák, 72-ben jelent meg. Ebben olyan szikár költői nyelvet teremtett, hogy szavai és mondatai a szálkák élességével sebezték meg az olvasót. Mindezt a legjobb értelemben, mert Pilinszkyt olvasva ráébredtünk arra, hogy az embert a sebek teszik értékessé, vagy éppen vonzóvá. Pilinszky gyermekkorában sokat volt apácák között, akik nehéz sorsú lányokra vigyáztak. Egyik rokona, aki szintén közöttük élt, alig tudott beszélni, olvasni. A gyerek Pilinszky tanítgatta őt. Ehhez végtelenül sok türelemre volt szüksége. Közben megtanult kevés szóval mélyrehatolni. 26 évesen egy kötetes szerzőként kapott Baumgarten díjat. Ha csak az 1946-os Trapéz és korlát című könyve marad meg, akkor is beszélnünk kellene róla. Csillaghálóban hányódunk, partra vont halak. Szánk a semmiségbe tátong, száraz űrt harap. Életében megjelent művei egy vékony kötetben elférnek. Kortársai tudták róla, hogy érinthetetlen. Érinthetetlen abban az értelemben, hogy lecsúszik róla minden penge, mert nem akar semmi más, csak érezni, megérteni, egy szóval önmagához hűen élni. Barátai, Nemes Nagy Ágnestől kezdve Kocsis Zoltánon át Törőcsik Mariig, mind tisztában voltak Jancsi enyszerre spirituális és szikár, megfoghatatlan természetével. Mostantól Bélyeg tömb örökíti meg emlékét, és hitet tesz amellett, hogy a 100 éve született költő jó úton halad afelé, hogy örök fogódzó legyen belőle. Köszönet a Magyar Postának, hogy ebben a Bélyegben is emléket állít Pilinszky Jánosnak.
Köszönet Takács Tamásnak, hogy a 21. század vizualitásának nyelvén mutatja fel Pilinszky János idétlenségét, és köszönet mindazoknak, akik tehetségük, figyelmük legjavát adva kezdeményezték és készítették elő a költő születésének centenáriumi megemlékezés sorozatát, melyben a mai bélyegtömb kibocsátása ugyanúgy része, mint a kiállítások, pályázatok és beszélgetés sorozatok szervezése. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen, Mária, és akkor hát engedjék meg, hogy fölkérem a Magyar Posta ZRT elnök vezérigazgatóját, hogy indítsa útjára ezt a bélyeget a gondolataival, bár tudjuk, utána még egy fontos ceremóniára kerül majd sor. Tisztelt főigazgatóasszony, tisztelt művész úr, kedves vendégek! A Magyar Posta nevében szeretettel köszöntöm Önöket a Pilinszky János születésének centenáriuma alkalmából rendezett bélyeg kibocsátáson. A társaságunk mintegy 26 ezer embert foglalkoztat, és ezáltal a Magyarországon a második legnagyobb munkaadó. Hogy miért mondom ezt? Azért mondom, mert a munkatársainkon keresztül, családok tízezreivel, szolgáltatásunkon keresztül pedig szinte az egész társadalommal kerülünk nap mint nap kapcsolatba. Ez az adottságunk egy olyan lehetőség, amelyet igyekszünk jó célokra használni. Egyik ilyen cél az pedig az, hogy a saját klasszikus eszközünkkel, a bélyeggel közelebb hozzuk az emberekhez, a társadalom számára fontos értékeket. Emlékeztetünk olyan személyekre, akik munkásságuk vagy egyéni látásmódjuk miatt világszerte ismertek, és a legnagyobbak közé tartoznak. Ennek jegyében immár 7. alkalommal csatlakoztunk a közép-kelet-európai történelem és társadalomkutató közalapítvány megemlékezéséhez, amit a Pilinszky János 100. születésnapja alkalmából rendeztek. Pilinszky mestere volt annak, hogy olyan elvont, nehezen megfogalmazható gondolatokat fogalmazzon meg egyszerű és érthető módon, mint a létezés értelme, vagy pedig a hit. A költészetére erősen hatottak a II. Világháborúban elszenvedett borzalmak, csak úgy, mint az erős hite. Engedjék meg, hogy beszéljek egy kicsit a bélyegről, mert ezt tükrözi most a kiadott alkalmi bélyeg is, amelyet Takács Tamás Péter, a Pilinszky, bocsánat, a Takács Tamás Péter fotó, bocsánat, tehát Takács Tamás Péter tervezett, a programsorozat arculatának a tervező grafikusa. Az emlékbélyegen Pilinszky János portréja látható, a képről, melyet Szebeni András fotoművész készített, a második világháború borzalmait megélő, abban meggyötört író, testi-lelki törékenysége sugárzik. A bélyeg ebből adódóan vöröses narancs színvilága szintén Pilinszky lángoló hangvételű költeményére utal. Az alkalmi borítékon az Aranykori töredék című versének részlete olvasható, minden tetőről látni a napot. A boríték színvilága igazodik a köztéri kiállítás arculatához is. Az alkalmi bélyegzőben a centenáriumi logó látható. Az alkalmi bélyeg a közép-kelet-európai történelmi és társadalomkutatásért közalapítvány támogatásával 50 ezer példányban készült. Az állami nyomda, biztonsági nyomda jóvoltából. Köszönet illeti Takács Tamás Péter tervező grafikust a bélyeg megtervezéséért. Köszönet a közalapítványnak, a főigazgatóasszonynak a támogatásért. A Kertész Imre intézetnek pedig az esemény megszervezéséért. Bízom benne, hogy az alkalmi bélyegre pillantva a Pilinszky költészeté rajongók és a tisztelt bélyeggyűjtők egyaránt kedvet kapnak arra, hogy fellapozzák a költő verseit és megőrizzék a tiszteletére készült bélyeget.
Köszönöm, hogy meghallgattak. Hát nem engedném el az elnök urat és Máriát, hanem megkérem, hogy foglaljanak itt helyet, és aki fotózni akar, az most fogja tudni megörökíteni azt a szertartást, amelyet elnök vezérigazgató úr és Mária nem először végez, hogy nem csak, hogy kézjegyével látja el a bélyeget, hanem a borítékot, hanem le is pecsételi azt. És a tradíciók szerint ez az a pillanat, ahonnantól számítva, amikor mindkét aláírás és bélyeg szerepel, onnantól kezdve ez a bélyeg útjára indult. És hát akkor mutassuk föl a bélyeget, és illetve a... Köszönjük szépen. És akkor még egy kicsit foglaljanak helyet, hogy fölkérhessem Lukács Sándor Kossuth és Jászai Maradia színművészt, költőt, hogy az aranykori töredéket adja elő nekünk. Aranykori töredék. Öröm előzi, hirtelen öröm, ama szemérmes szép anarchia. Nyitott a táj, zavartan is sima, a szél sikált a torlaszos tetőkre, a tengerkőre, háztetőre látni. Az alkonyati rengeteg ragyog. Kimondhatatlan jól van, ami van. Minden tetőről látni a napot. Az össze-vissza zűrzavar kitárul, a házakon s a házak tűzfalán, a világvégi üres kutyaolban aranykori és ugyanaz a nyár. És ugyanaz a lüktető öröm. Dobog, dobog a forró semmiben, ellök magától, eltaszít szívem, és esztelen szorít, szorít magához. Mi készül itt e tenger ragyogásból? Ha lehúnyom is, süti a szemem, mi kívül izzott, belül a pupillán, itt izzít csak igazán, ideben. A világ is csak vele fényesül, az örömtől, aminek neve sincsen. Mint vesztőhelyen olyan vakító és olyan édes. Úgy igazi minden. Köszönöm szépen, művész úr. Önöknek köszönöm, hogy eljöttek, hogy itt voltak. Én azt tanultam, hogy találkozni úgy kell, mint ha ezer éve nem láttuk egymást, búcsúzni pedig úgy, mintha holnap. Viszontlátásra!